Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk 2020. január 1-én, és így már a videó elején boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Most direkt az akciókamerával kezdtem el videózni, hogy azért ott a, ugye, hogy most már nevetem a minőséget 4K-ról 2,7K-ra, most már sokkal nagyobb betűvel látjátok ott, nem tudom még felső sarokban, hogy már bizony 2020-at mutat a kamerának a dátuma is, és megmondom őszintén, hogy ez már sok éve nálam így van, hogy már annyira hihetetlen ez, hogy már tényleg 2020-an, és még most volt tényleg 2017, vagy 2016, és olyan, mintha most kezdtem volna videót, és nem sokára február 26, és hát egy átlagos embernek az egy átlagos nap, de nekem tudjátok, hogyha már, nem tudom, hogy elmondtam, de ugye akkor sok minden van, ugye tudjátok azt is, hogy akkor lesz most idén 6 éves a kettes villamos, akkor lesz annak az egy éves évfordulója, hogy lecserélték Iván Aurélt új bemondókra, ugye a bemondók a BKV járművein. Meg ugye akkor leszünk egy éves, mert tulajdonképpen akkor kezdtem el videózni. És a mai videót most így erre szánjuk, hogy hát foglaljuk össze az előző évnek a legjobb pillanatait, hogy tényleg mi történt velünk az előző évben, meg mik voltak a legjobb pillanatok, de mindjárt akkor majd cserélek egy kamerát. És akkor bemegyünk a nagy erdei parkba, és akkor keresünk valami asztalos helyet, és akkor oda letesszük majd a kamerát. Na srácok, és akkor meg is érkeztünk ide a BK-stólhoz, ahogy is a Nagyerdei Parkban az a hivatalos megnevezése. És tulajdonképpen ahogy csak úgy döntöttem, hogy inkább leülök egy padra és leteszem a nagy állványomat, és akkor úgy fogom elkészíteni ennek a videónak a nagy vlogos részét. És akkor aztán kezdjünk el egy kicsit beszélni, hogy mi történt velem ebben az évben, és tulajdonképpen ez a 2012, hogy az előző évben, mert tulajdonképpen már 2020 van, és tulajdonképpen ez az előző 2019-es év, az nekem elég sokat fog jelenteni az életemben, mert tulajdonképpen egy olyan dologba kezdtem bele, amit én már érzem, hogy sokáig fogok csinálni, vagy esetleg lehet, hogy egész életemben is fogok csinálni, ez pedig nem más, gondolom már rájöttetek a videózás. És tulajdonképpen ez úgy jött nálam, ezt lehet, hogy elmondtam már több videóban, vagy nyáron is készültek ilyen vlogok, amiben így beszéltem nektek erről, hogy hogy jött nekem ez a videózás. És mondom nektek, ez most is elmondom, ilyenkor már a tél közepén, 2020. január 1-én, hogy úgy jött ez, hogy én kicsikorom óta szeretem a közlekedést, és ahogy nőttem fel, ahogy egyre tágult a látókörem, és egyre jobban érdekelt úgy minden, és már 2018 végén és 2019 elején már gondolkoztam rá, hogy indítani kéne egy csatornát, és akkor így elmondanám és megosztanám veletek itt ezeket a tudásomat a közlekedésről, és tulajdonképpen így jött ez az ötlet, és azt nem gondoltam volna, hogy ilyen komolyan fogok ezzel foglalkozni, mert tényleg napi szinten rakok ki videót a csatornán, tulajdonképpen volt olyan idő, amikor majdnem 3 hétig nem raktam ki például a kb. Olyan tavasszal, volt az, hogy egy hónap is, hogy nem raktam ki videót, és utána valahogy nyáron, olyan nyár közepe fele így beindult a csatorna, és beindult, és úgy indult, és nem is akár, hogy indult be, hogy tényleg napi, minden a nap volt videó, és tulajdonképpen kezdjük az elejéről, amikor elkezdtem videózni. Február 26, ahogy meséltem még a videó elején, mentünk először apukámmal, akkor mentem először apukámmal Budapestre, és akkor azelőtt már régen jártam Budapestre, úgyhogy akkor már kíváncsi voltam a tömegközlekedésre, és egyáltalán nem videózni mentem Budapestre, hanem tulajdonképpen csak így tömegközlekedni, meg érdekelni a tömegközlekedés irány, hogy mai napig szerettem a budapesti tömegközlekedést, és hát most már tulajdonképpen Budapesten nem csak a budapesti tömegközlekedéshez szoktunk ellátogatni minden hónapban, hanem azért, hogy videózzunk, és mutassam meg nektek a budapesti tömegközlekedés, mindig új helyekre próbálok elvinni titeket, most például a Újpalotán, ahol még nem jártunk, de tulajdonképpen még azokat sem vágtam meg azokat a videókat, csak kettőt láttam még ugye a Újpalotait, meg amikor megérkeztünk Budapestre, meg egyik hátron a fénytrollira, meg a fényvillamosra, de mi azok fognak ezelőtt a videó. Azok hamarabb fognak kikerülni, mint ez a videó, ez a mondat mindig így összezavar engem.
És igen, srácok, február 26-án akkor készült az első videó, amikor a vonatok kocsi osztályát mutattam be nektek, és tényleg akkor semmi csatorna bemutató nem volt ezen a csatornán, semmi tényleg, csak elkezdtem egyet videózni, aztán még kész, csináltam videófelvételeket, amiket tulajdonképpen nem is a YouTube-ra szántam, hanem tulajdonképpen így magamnak, meg minden, és úgy döntöttem, hogy felrakom. Aztán ugye mentünk még Nyíregyházára is apukámmal, ott is készültek videó, de akkor sem foglalkoztam már komolyabban, de mindegy, ez volt a csatornának az kezdete, ugye videóztam még a L-típusú nosztalgia villamos, még amikor először nosztalgia villamos videóztam, ugye március 15-én, meg minden volt, srácok, meg minden, aztán tavasszal ugye vonatportlóztunk, és tényleg a legjobb pillanatokat akarom összefoglalni most nektek, most nem tudom, hogy hol járom, csak a kamera most már ide, így kifordítom a képegyőjét, azt vettem észre, hogy nem mutatja, hogy ilyenkor hány percig vlogolsz. Az a lényeg, hogy a legjobb ebben az évben az ember ott más, amint az országjáró körút, amire mai napig visszagondolok, és nagyon jó érzés kap el, de mielőtt még volt ez az országjáró körút, azelőtt még volt egy ilyen sorozat a csatorna történetében, valamint pedig nem más, mint a körforgalom építési munkálatok a Nagyerdei körút és a Pallagi út kereszteződésében, amiről már régen foglalkoztam, meg mutattam is nektek még előző videókban, hogy nézzétek, itt már nyáron heti szinten jöttünk ide is, bocsánat, nyomon követni a munkálatokat. És mondom nektek, ennek az volt egy hatalmas sorozat a csatorna történetében, minden héten jöttünk, és az országjáró körútra visszatérve 45 rész, 45 vlogos videó került fel a csatornán, azon kívül még volt a kommentál nélküli videó, ugyanakkor még csak ez az egy csatorna volt meg nekem, és hát még akkor azt hiszem, hogy 17 feliratkozom volt, és annak is nagyon-nagyon-nagyon örültem, és most tényleg 106-an vagytok már itt a csatornán, nagyon szépen köszönöm, és eddig ide kaptam, oda kaptam, ezt kellett videózni, azt kellett videózni, és eddig nem tudtam megköszönni nektek ezt a 100 feliratkozót, mert tulajdonképpen volt egy ilyen gondolatom, ha majd elérjük a 100 feliratkozót, lesz ilyen kis megköszönő videó, hogy elmondom nektek, hogy nagyon szépen köszönöm, hát akkor most ebbe belemondjuk, és tényleg nagyon szépen köszönöm nektek a 100 feliratkozót, és ugye országjáró körültében sok város megismertem, és tényleg nagyon jó volt az a út. Aztán a következő fordulat a csatornában az a szeptember eleje volt, amikor elkezdtem már úgy videózni, hogy már meg is vágom a videókat, mert egészen február 26-tól egészen nyár végéig úgy videóztam, hogy tényleg vágatlanul, és úgy mentek fel a csatornára, és megmondom őszintén, hát nem azt mondom, hogy sokkal jobb volt az a videózás, hanem legalább akkor, ha videóztam, elmentem, videóztam, aztán hazamentem, fogtam a telefonomat, 5 perc alatt befogyottam, és hajlítottam a csatornára, és nem kellett órák hosszáig kilódni a rossz gépemmel, és nem rossz a gép, csak az a helyzet, hogy elég gyenge, és tulajdonképpen most ezzel az új kamerának a 1080p-s, vagy 1080p-s minőség, meg a Full HD minőségét, ez még annyira nem bírja, és nagyjából ez a gép kedvétől függ, hogy most milyen kedv már is, hogy lefagy, nem fagy, lelassul, nem, de úgyhogy most ezzel is van egy kis problémám, úgyhogy sokkal jobb volt vágatlanul videózni ebből a szempontból, de így legalább sokkal többen, sokkal érvezhetőbb a videók szerintem, meg hát ugye volt egy évi és vívi kommentelő, és ő is azt is írta, hogy semmit nem fejlődtem, ezen felül még írtátok sokan, hogy rengeteget fejlődtem, és tényleg most lehet, hogy nagy képű leszek, de szerintem is rengeteget fejlődtem, mert tulajdonképpen úgy kezdtem még február 26-án a videózás, hogy nem volt semmi kamera, semmi, tényleg csak egy J3-os telefonom volt, mutatom nektek, ez a telefonom volt, és semmi nélkül, ezzel kezdtem el videózni, és így készült az első videó, hogy előlapi kamerával, és tényleg utána vettem selfie-fotót, aztán vettem állványt, vettünk akciókamerát, ami nem régen vettünk, olyan november közepén, aztán vettem most, kaptam karácsonyra ezt a videókamerát, aminek tényleg nagyon örülök, mert tényleg nagyon szép a képe, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy vagy nagyon szépen köszönöm a szüleimnek, hogy tényleg, hogy megvették ezt nekem, mert tulajdonképpen nem volt olcsó, 60.000 forint volt a memóriakártyával, a 61 GB-os memóriakártyával, összesen 70.000 forint. Aztán ugye még amit érdemes megemlíteni a 2019-es év kapcsán az, hogy amikor mentem Hajdúböszörménybe, megkaptam életem legnagyobb olyan, olyan beszólását, ami már tényleg nagyon fájt nekem, és több napokig már tényleg úgy fájt, nem is, hogy idegesített, hanem egy kicsit úgy rosszul éreztem magam tőle, meg utána már azóta képzeljétek, nem is voltam Hajdúböszörménybe, mert annyira elment a kedvem tőle.
És tényleg az volt, hogyha nem tudnátok, hogy a buszsofőr még azt se engedte, hogy kifele videózzak a buszba, és engem ez rettenetesen felidegesített, meg rettenetesen szomorúvá tett, úgyhogy mind a kettő volt benne, de mindegy, srácok. Aztán elmentünk Máté Szalkára, amit még érdemes megemlíteni ebben az évnek a legjobb pillanatai. Hát nem mondanám legjobb, mert akkor nem történt olyan jó dolog, hogy először szólítottak meg vasútállomásra, hogy videóztam, és ugye akkor még nem voltam ezzel tisztában, hogy peronról, utasforgalom számról átad a területen, váróterem, peron, stb. Lehet fotózni, és a biztonságére engem ezzel úgymond jól el tudod bánni velem, és mivel, hogy ezt a szabályt nem tudtam, és ugye, hogyha láttatok az előző videót, Rákos Palota Újpesten is ugyanez volt, megszólítottotta, nem is őr, hanem tudjátok az a táblás, hogy engem van engedélyem, meg minden, ugye, tudjátok, és írtátok, hogy hogy én miért idegesítettem fel magam, meg miért ennek ott majdnem elcsapott az a vonat. Tudjátok, én az ilyen kommenteket, amit nem tetszik nekem, írtátok ezt is, hogy én milyen gyáva vagyok, hogy tőlem a kommenteket. Ha jogomba áll, srácok, vagy jogomba áll nekem, hogyha valami kommentet nem tetszik, akkor azt letörlöm. Értitek, ez most így van. És igen, ennyi lenne ez az év, aztán karácsonykor megkaptam a videókamerát, a Szenkor akciókamerát, és tényleg ez az év számomra nagyon jó volt, és sok helyen voltunk a nyáron. Ha most a 2020-ról akarok beszélni, és 2020-ban azt akarom elmondani nektek, hogy mi lesz a terv. Van egy csomó terve, hogy még merre akarok elmenni. Tervezünk egy olyan országjáró körutat, amiben tényleg apukámmal, hogy biciklivel mennénk, és járnánk az országot, és nem csak egy-két óra hosszákat, 2-3 óra hosszákat lennénk különböző városokban, hanem legalább egy napot, és tényleg tudnánk ott videózni, minden, és nagyjából ez úgy képzeltem el, hogy minden, ami szabadidő csatornámon, minden napról lenne videó, és erre a csatornán csak ilyen különböző videók lennének, hogy így a közlekedésre, mert tulajdonképpen ez a csatorna a közlekedésről szól, bármen a közlekedési videók, hát mondjuk ezt se nevez egy nagy közlekedési videónak, csak így összefoglaljuk az évet, de nagyjából most próbálok majd később közlekedéssel foglalkozni, de most egy kicsit inkább a vlogba átértünk. Na, srácok, remélem nem tudom, hogy mennyi ideje beszélek, mert vagy mondom, a kamera az nem írja ki, hogy most mennyit beszéltem. Hát a 2019-es év nagyon jó volt, nagyon élveztem, persze voltak benne rossz dolgok is, ami tényleg nagyon fájtak nekem, például amikor beszólt a buszsofőr, amikor mentem Hajdúba szemlélni a kamerázás, mert azt sem engedte, hogy kifele videózzak. Hát, és meglátjátok, hogy mi lesz 2020-ban, és mi lesz a idei évben. Tartsatok velem idei évben is, és jönnek majd mindenféleképpen napi szinten videók. Általában nem mondom, hogy mindig lesznek napi szinten videók, de általában lesznek napi szinten videók. Találkozunk egy következő videóban. Addig is ne felejtsétek el, hogy éljen a közlekedés! Sziasztok!